Sziasztok! Folytatjuk az ELTS sorozatunkat, ezúttal egy magyar fejlesztésű és gyártású routert mutatnánk be nektek, az M2M Router 4G-t. A mostani ELTS-tesztjeink a tavalyi tesztsorozatunknak a folytatása. Ha bővebb információt szeretnétek a teszt körülményekről, akkor nézzétek meg az előző tesztsorozatunknak az ismertető videóját. Továbbra is arra vagyunk kíváncsiak, hogy a fővároshoz képest milyen sávszélességet lehet elérni egy vidéki, gyengén lefedett helyszínen, ami most is ugyanaz a balatonszemesi nyaraló volt, mint tavaly. A méréseket a Telenor hálózatán keresztül végeztük, és ezúttal szeretnénk köszönetet mondani az Extranet virtuális mobil szolgáltatónak a SIM-kártyákért. Ezt a terméket ipari adatgyűjtésre, valamint távoli szájtok menedzselésére fejlesztették ki. Megfelel az iparban használatos szabványoknak. Köztük a por és elektrostatikai védelemnek, valamint a kiterjesztett üzemi hőmérséklet tartománynak. A csomag tartozéka a két darab 5 dB nyerességű LTE antenna, valamint opcionális tartozéka a DIN szerelőkészlet is. A terméken 100 megabit per szekundumos RJ45-ös port található és egy USB port, valamint egy SD kártya és egy SIM kártya foglalat is. A berendezés tömegesen frissíthető, konfigurálható, monitorozható, valamint OTA frissíthető is. Akkor lássuk a teszt eredményeket. A budapesti referenciatesztünk során 32 megabit per szekundumos letöltési és 6,8 megabit per szekundumos feltöltés sebességet mértünk, 38 millisekundumos ping idő mellett. A balatonszemesi tesztünk során 11,4 megabit per szekundumos letöltési, még 3,7 megabit per szekundumos feltöltés sebességet mértünk, 50 millisekundumos ping idő mellett. Ezután a berendezésre rögzítettük a mikrotikkes 5O LTE antennát, amivel 28,4 megabit per szekundumos letöltési és 9,2 megabit per szekundumos feltöltés sebességet mértünk, 44 millisekundumos ping idő mellett. Ha szeretnétek többet megtudni erről, vagy más ipari routerekről, írjátok meg nekünk kommentbe, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornánkra. Jövő héten újra találkozunk. Sziasztok!